Hello, kedves nézők, kicsitotta! Ez pedig itt egy újabb Alícia online-os videó, és most egyik nézőm kérésére készítem a videót, amolyan, ha jól értettem, karakter létrehozó videó. Először nem nagyon esett le, hogy mire gondol, de utána már végre sikerült értelmezni. Szóval, megvan a profilotok, ugye? De a karakter létrehozása az még mindig egy kisebb probléma, és ugye nincs nevetek, meg ilyenek. Szóval, az egerem látszik, tehát nem kell aggódni, mindent láttok. Itt láttok egy nagyon szép feliratot itt felül a kilépés mellett, hogy profil. Ezt megnyomjátok, még nincs is egyszerű mit ezt megcsinálni. Kiválasztjátok a neveteket, a fajt, ezt nem olvasni, nem félre ízeni, nem tudom miért ez. De kiválasztjátok a nemeteket, és hogy milyen szemű színetek legyen, persze ez a fiú nemnél megváltozik a választék, valamint pedig a szájtípust és a hangot is. Itt lehet a fejet módosítani, bár nem tudom pontosan, hogy ez miért olyan... Miért olyan nagy kunst, de ja. Szóval, ez még alap, de a ló az több embernek gondot jelent, szóval akkor My Horse. Látjuk, hogy ez egy 2 perces videó lesz. Na! Ugye, ahogy nincs neve a lovatoknak, úgy nagyjából nem is választhattok semmiből. Tehát ezt adja ki. Ilyenkor nem érti senki. Ide beállítok egy nevet. El kell menteni. És kiadja. Nem lehet hosszú. Az én lovam neve Artemis. Én szeretem az ilyen isten neveket adni nekik, de hát kinek mi szemszáingre. És akkor itt lehet választani neki ugye foltot a fejére, és itt lehet a ló magasságát, meg az ilyeneket megváltoztatni. Így is én felviszem maxra. Ugye már nem lehet itt alul alapszetteket választani, 5-ös szinttől mindenkinek megvan így a legjobb szett. És készen is volnánk, körülbelül ennyi lenne a karakter készítés, tehát nem nagyon bonyolult. Ó, beállítások. Értem. Aha, jó. Hát ez nagyjából semmi, tehát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy örültetek a mostani új videóknak, nem nagyon lesz mostanában a videó, mert egyrészt a videófelvevő eszközöm is most a Bandicamban vettem, és ugye az, amivel zenét tudok alárakni, mert ugye Alicia online trainingről akartam felvenni pár videót, de hát az most nem nagyon fog menni, plusz a tanulás, az iskola, meg a szabadidőbeosztása. Úgyhogy igyekszem majd a videók miatt, de ennyi lett volna a mostani videó, örültem, hogy vittetek, sziasztok!